Bár a kormány szerint fordulat állt be az infláció elleni küzdelemben, az augusztusi számok nem adnak okot a bizakodásra, hiszen az elmúlt hónapban is 16,4% volt a pénzromlás mértéke, miközben a költségvetés hiánya mostanra elérte az idénre tervezett összeg 97%-át. A gazdaság állapotát Pecsnik Mária Zitával elemezzük. A pénzügykutató ZRT főmunkatársával jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Inflációról, meg költségvetési hiányról is beszélünk, de kezdjük Köccsével, és ugye most volt szombaton, és több dolgot is mondott a miniszterelnök, aminek van gazdasági vetülete. Például azt mondja, hogy azért nem tépázódott meg a Fidesz népszerűsége, úgy, mint egyébként Nyugat-Európában a kormányzó pártoké, mert hogy itthon nem voltak az embereket érintő megszorítások. Nyilván ezzel az ellenzék vitatkozik, mit mond a közgazdász? Nem voltak valóban, vagy az emberek nem úgy érzik, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért a kormány hibáztatható? Hát teljesen mindegy, hogy megszorításnak nevezzük, vagy nem, de hát a reálbérek 9%-kal csökkennek, és ilyen nagymértékű reálbércsökkenés nem volt a nagy gazdasági válság idején sem a 2008-2009-esben. Körülbelül a bokros évekre emlékeztet ez az adat. Na most, tehát azért ez egyértelműen azt jelenti, hogy kevesebbet tud vásárolni, tehát meg kell neki szorítani a fogyasztását. És a fogyasztásnak a csökkenése is olyan mértékű volt, ami szintén példátlan 4-5%-os fogyasztás visszaesés a magyar gazdaság az első fél évben. Tehát ezért mondom, hogy egyetlen egy dolog van, ami mondjuk még nem annyira rossz, ez a munkaerőpiaci helyzet. Ugye a munkaerőpiac az még bővülni tudott, a munkanélküliség nem szaladt el, bár emelkedett, és nőtt a tartós munkanélkülieknek is a száma, tehát így a munkafrontján még olyan nagy megszorítások nincsenek, de hát a vásárlásban egyértelműen. De ugye erre mondja azt a kormány, hogy hát ez nem a kormány megszorítása, hanem a háború okozza, illetve a szankciók okozza. Igen. Hát ugye ezzel nem értünk egyet. Vagy ami az inflációt alapvetően, a magyar inflációt alapvetően megkülönbözteti a többiektől, az nem csak az a mennyiségi dolog, hogy nálunk a legmagasabb, és hónapok óta nálunk a legmagasabb az infláció az Európai Unióban, hanem az is, hogy akkora különbség, ugye mi 20% körül vagyunk, a többiek meg már zöme az 10% alatt van, hogy ennek az az oka egyértelműen, hogy a kormány olyan mennyiségű keresletet engedett rá a magyar gazdaságra, hogy aki emelni akarta az árat, azt nagyon tudta emelni az árat. Hát ugye az árat, a kereslet kínálat egyensúlyában jön létre, és a többieknél nem volt ilyen nagy választásokhoz kapcsolódó jövedelem kiáramoltatás, ami itt Magyarországon megtörtént, de hát erről ezerszer beszéltünk már. És beszélünk is, még visszatérünk az inflációs adathoz, de vissza még Köccsére, mert ugye, ahogy említettem, több dolgot mondott Orbán Viktor, ami érinti a gazdaságot, demográfiai fordulat szükséges. Ugye nagyon sok családbarát intézkedést vezetett be a kormány az adópolitikában is. Ezek elhibázottak, vagy ezek nélkül vajon még rosszabbak lennének ezek a számok? Hát ugye a demográfiai fordulatot alapvetően a csoktól és a gyerek születések támogatásától vártam, most ez egyáltalán nem jött be. És ezek az adatok, ami pillanatnyilag rendelkezésünkre állnak a 2023 első fél évéről, azokban még nincs benne az információ, hogy a csokot is korlátozzák. Tehát, hogy ő ezt a demográfiai csodát miből akarja előállítani, nem tudom, mert nem csak a csok, hanem amikor egyáltalán kormányra került, már akkor voltak ilyen programok, ugye három királyfi, három királylány, meg ilyen programok, de hát a társadalom valahogy nem engedelmeskedett ezeknek az elvárásoknak. Munkaalapú gazdaság létrehozása újra. Ugye ezt már nagyon régen hozza létre a Fidesz, réges-régen meghirdették, hogy itt nem tudásalapú lesz, hanem munkaalapú. Na de ki fog ebben dolgozni? Mert hát most ezzel küzd az ország. A munkaalapú társadalom létrehozása, mint cél, ahhoz, hogy majd 2034-ben egy nagy, erős és gazdag ország legyünk, ezen teljesen elnevettem magamat, mert hát én úgy tudtam, hogy eddig is ez a program futott, a munkaalapú gazdaság. Most nem tudom, tudja-e,
hogy mit ért ez alatt az Orbán rendszer. Ez alatt azt érti, hogy nem szociális piacgazdaság, hogy nem szociálisan nem adunk pénzt, és ezt a programot be is tartja. Évről évre, nem csak, hogy a családi pótlék nincsen valorizálva, hanem évről évre nézem a költségvetésben, hogy van egy ilyen nemzeti családtámogatása és szociális program, ott mindig a legalacsonyabb a növekedés. Most például az első 7 hónapban mindössze 5%-kal emelték meg ennek a programnak a kiadásait. Az infláció alatt jóval kevésbé. Tehát reál értékben ezek csökkennek. De most, hogy ebbe semmi új nincs, csak azt mondja, hogy továbbra is, aki szegény, az úgy marad, aki nem tud dolgozni, úgy marad, és nem érdekli. Van még, mondanak, hitelfelvételek helyett hitelezővé és modern ipari nemzetté kell válni. Hát most hiteleket veszünk fel, mondjuk az Uniótól csak vennénk, mert egyelőre ugye nem kapjuk. Hát körülbelül a következőképpen néz ki a helyzet, hogy Orbán Viktor 11-ben azt mondta, hogy az adósságállományt le kell építeni, és úgy gondolta, hogy le tudja vinni már 2014-re ilyen 64% a bruttó hazai termékhez viszonyítva ezt az adósságállományt. Aztán ez csak 60, vagy ez 19-re sikerült körülbelül a 65%-on, most 75%-on van az első fél év. 75%-on vagyunk. 19 volt a 65, és most 75%-on vagyunk. Ez forintban a következőt jelenti. 19 végén az adósság, a teljes magyar államadósság 31 ezer milliárd körül volt, és 23-ra ez körülbelül 55 ezer milliárd lesz. 20, 21, 22, 23, 4 év alatt, tehát évi körülbelül 6 ezer milliárddal nőtt az adósságállomány. Korábbi években egy ilyen 1000-2000 milliárdos volt a növekmény, tehát itt egy nagyon erős felturbósítás van, és a továbbiakra nézve is erről van szó. Hát a minap emelte föl például az Államadósság Kezelő Központ az éves hitelfelvételi programját, ugye 704 milliárd forinttal megemelte, aztán másnap azonnal ki is lépett a piacra és fölvett 1,75 milliárd eurónak megfelelő hitelt, de olyan őrült kamattal. Na, azt akartam kérdezni, hogy miért is rossz ez nekünk, hát ez... mert erre mondhatja bárki, hogy nagy az államadósság, máshol is nagy esetleg az államadóság. Hát, miért rossz ez nekünk? Két okból is. Egyrészt, mert amire a hitelt felvesszük, abból nem termelődnek ki a hitel visszafizetési forrásai. Mert a munkavégző képességet nem erősíti, ami jelenteni az oktatásnak a fejlesztését, egészségügy fejlesztését, szociális támogatásoknak a kifizetését, környezetvédelem, ezt jelenteni. Erre nem megy semmi, hanem amire megy, azt nagyon jól tudjuk, hogy a sportra meg a saját, nem akarom sorolni, hogy mire megy. Tehát az a modell kezd kialakulni, ami az előző rendszerben volt Magyarországon, hogy fölvettük a hiteleket, és nem tudtuk kitermelni ezen hitelek visszafizetési forrását. Ez az egyik gond. A másik gond ebből következik, hogy megugrott, nagyon-nagyon jelentős mértékben megugrott a kamatszolgálat, amit a költségvetésnek fizetnie kell. Ez a 2019-ben olyan 1000 milliárd körül volt, és 2023-ban 3000, de mostani hitelfelvétellel még nagyobb lesz, és a következő évben pedig 4000-4500 milliárdos kamatot. Na most csak az, a költségvetés mekkora, fizeti, csak, azt mi fizetjük. Hogy mi ez a 4500 milliárd? Hát körülbelül, amit várunk az Európai Uniótól, és nem kapjuk, meg valószínűleg nem is fogjuk, az körülbelül 2000 milliárd. Tehát többet adunk ki a semmiért, azért, mert mi nagyon büszkék vagyunk, mert mi nem vesszük föl az Unió által felajánlott 0,5%-os kamattal, ugye azt a helyreállítási alap hitelrészt. Most már felvennék. Most egy részét.
Na de ezt se értettem, hogy augusztusig volt a határidő. Augusztus 31-én adták be a kérelmet, minek utána ugye tavaly áprilisban Orbán Viktor azt mondta, hogy nem, ezt a hitelt nem kérjük, mert nem akarjuk eladósítani az országot. Na most ezt csak azért mondtam el, hogy ez az eladósítás, ez nagyon erősen feldúsult az elmúlt években, és hogy ezzel ezt meg lehet-e fordítani, ezt teljesen kizártnak tartom, mert ugye azt mondja ebben a Köcsei beszédben, hogy majd mi fogunk hitelezni másoknak. Hát könyörgöm, hol él, mit tud erről a magyar gazdaságról? Szerintem semmit, mert ha bármit tudna, akkor legalább valami gátlása lenne, hogy nem mond ilyen őrültségeket. Költségvetési hiány. Mi lesz a hiány? Hát a költségvetés. 3,9%-os, az már teljesen lehet, csúcsot döntött augusztusban, az év kétharmadánál nagyjából teljesült a teljes év hiánya. Hát igen, az augusztusig annyit tudunk, hogy 97%. Ban már feléltük a tervezett hiányt, ugye az 3400 milliárd volt. Na most ez a bizonyos 3,9, ez az eredmény elszámolású, tehát az uniós elszámolás szerinti, ez is egészen biztos, hogy meg fog ugrani, mert ez a pénzforgalmi hiány, amiről most az adatot tudunk, ez nem lesz tartható. Hát nem véletlen, hogy megnövelte a hitelfelvételi keretét az államkincstár, ugye, aki a hiteleket felveszi. Én úgy számolok, hogy ez a pénzforgalmi hiány minimum 6 százalékos lesz, ha nem fognak csinálni semmit, és hát még júliusban is azt mondták, sőt, augusztusban azt mondták, hogy hát nem, már minden rendben lesz, hát ez minden teljesíthető, hát majd októberben megnézzük. Hoppá! És akkor mi lesz októberben? És akkor ezeket a számokat nem csak mi tudjuk, hanem a befektetők, akik megveszik a magyar kötvényeket, akik finanszírozzák az országot is tudják, és egy idő után nem lesz már nekik elég az, hogy kétszer annyi kamatot fizetünk, mint ami a piaci átlagkamat. Tehát itt van egy szándék, állítólag egy komoly kormány szándék, hogy a Budapest Airportban komoly részesedést szerezzenek. Hát ott is 1000 milliárd forintokról van szó. 1400-1500 milliárd forint a becsült rész. És annyit tudunk róla, hogy ez stratégiai kérdés, nem de stratégiai kérdés, de hogy mi a fenének kell megvenni, nem tudjuk. Ugye most az ajánlati ár állítólag 4 milliárd euró, ami körülbelül 1600-1700, attól függ, milyen árfolyamon számolunk, forintot jelent, de megvettük a Vodafont, Magyarországot, megvettük a posta biztosítókat, tehát megy egy nagyon erőteljes vagyongyűjtés, az állami vagyon kiadásai nagyon megugrottak az első hét hónap adatai alapján, ellentétben mondom, itt a szociális kiadásokkal, amik a békafeneke alatt vannak, szóval ez a nagy vagyongyűjtögetés szerintem ez arra megy ki, hogy amikor már nem lesz pénz, amit uniós pénz, mert ezzel azért számol, hogy esetleg ott bajok lesznek, akkor majd vagyont fogok kiosztogatni a klientúrámnak, és ehhez most begyűjtöm. Most a 6%-os hiány az év végére. Köszönöm szépen, hogy itt volt.